Szeretettel köszöntöm mindenkit, a Magvető Kiadvány szerkesztője vagyok, én Erdőkön megvagyom a felelős szerkesztője. A személyes történelem sorozat az ELTE és a Magvető Kiadvány közös vállalkozás, ez a harmadik beszélgetés, elég sok beszélünk. Most bemutatom a beszélgetés részvevőit, a Szárasi Naprókról fogunk beszélgetni, Erős Ferenccel, Perenyei Monikával és Kajsai Lászlóval, aki sajtóval elrendezte a kötetet. Köszönjük szépen! Nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondanom, hogy az udvariasság azt diktálná, ha már nincs moderátorunk, hogy a középen ülő szakértőnek adjam meg a szót, de gondolom nem mindenkinek a kezében volt még ez a elég vaskos kötet. Ez, mint minden kötet nekem, vagy nekünk ennek is megvan a maga története, és néha arra gondolok, hogy ez a történet megérne egy, hát ha nem is egy másik könyvet, de egy rövid nyomozati történetet, egy rövid kis esszét talán. Ez három naplót tartalmaz. A Szálasi Ferenc még messze-messze a hatalomra csak készülődve. 1942-ben nekem az az érzésem, hogy főleg azért, nem nagyon volt mit tennie, várakozásra kényszerítették a külés, főleg a belpolitikai körülmények. Hát esélye nem volt arra, hogy hatalomra jusson, és arra gondolt, hogy a rohanó időt mivel tudná eltölteni, hogy ha eszébe jut valami, akkor azt ő leírja gyorsan, hogy el ne szálljanak ezek a nyilvánvalóan általa magasnak gondolt gondolatok. Ezt ő nagyon precízen, azt is mondhatnám, hogy katonatiszthez, vezérkari őrnagyhoz méltó módon A, B, C füzeteknek nevezte el. Sajnos az A füzetnek csak néhány töredéke van meg. A C füzet került elő először, ráadásul egy elég furcsa helyről, a Zsidó Múzeumból. Benesovszky Ilona, a Zsidó Múzeum akkori vezetője, hogy jutott hozzá, azt nem tudjuk, mert ő írt róla egy rövid cikket, majd hát ez megjelent a sokak által, és köztük én is oda tartozom ebben a sokak közé, nem olvasott Miok évkönyvben egyszer megjelent, és mindenki elfelejtett róla. Majd teltek múltak azt mondom, hogy évtizedek, és a új vezetője a Zsidó Levéltárnak, Taronyi Zsuzsanna egyszer fölhívott, hogy van itt valami Szálasi. Most ez volt a C füzet, rendkívül büszke vagyok rá, hogy ezzel sikerült pontosabban a megjelenését, ami a Beszélő című folyóiratban jelent meg, megelőző egy-két, főleg egy sajtó nyilatkozatnak köszönhetően úgy vették akkor a Beszélőt, hogy utána kellett nyomni. Tehát ez egy nagyon kiugróan magas példányszámot sikerült Szálasival elérni. Ez 2008 tavaszán volt. Majd Izraelben fölhívott a magyar nyelvterületről származó Zsidóság Emlékmúzeumának a vezetője, hogy neki is van egy Szálasia. Na most ez a Szálasi napló volt, ez a B füzet, illetve az A-nak egy-két része. Ez már olyan hosszú volt, hogy ennek közlésétől akkor a Beszélő szerkesztői eltekintettek, és ez az archivnet.hu-n jelent meg. És én úgy gondoltam, hogy ezzel a szövegközlés részemről véget ért, amíg előnök kerül az átfüzet, mert ha előkerül, és nem valamelyik kedves vagy kedvestelen kollégám akarja közölni, akkor én szívesen majd az átfüzetet is közlöm, ha már benne vagyok. Elmúlt néhány évtizedben a végi, tehát utolsó, mondjuk így két, erős kétharmada ennek a elég vaskos kötetnek, ez Szálasinak 1945. október 7-től, tehát Budapestre szállítása után, negyedik napon, tehát amerikai fogságból Budapestre szállítása után, negyedik napon az Andrássy út egyik pincezárkájában kezdett el írni. Nyilván egyeztetve Péter Gáborral és más fogvatartóival kapott papírt, ceruzát, hát ideje volt, mert két kihallgatás között más sem csinált, mint írt és írt és írt. És itt jön be a
kiadói bátorság, a kiadói elszántság. Tavaly fölhívott a kiadó, Magvető kiadó munkatársa, és megkérdeztem, hogy van-e valami, amit a kiadó számára én kiadásra javasolhatnék, és mondtam, hogy nincs a divatomlágban semmi. Hát kár, mondtam, mert most újraindul a tények és tanulok, és ez jelenik meg, az jelenik meg. A második mondat felénél jutott eszembe, hogy hát van ez a szálasi napló, az utolsó, a börtönben írott nagyon hosszú napló, és akkor talán másnap vagy harmadnap már bent ültem a Magvető vezetőjének irodájában, hárman négyen elbeszélgettünk arról, hogy mi is van ebben, érdemes-e kiadni. Nyilván most lehet, hogy valami rosszat mondok PR szempontból, ez nem lesz az a könyv, amiért a könyvesboltok előtt hatalmas sor fog kígyózni, tehát valamilyen pornográf vagy egyéb műre nyilván jobban lehetne kiadói sikert alkozni, de és erre talán nem is én vagyok a legjobb vagy legalkalmasabb személy, aki ezzel kapcsolatban mondhat bármit is, de egy nagyon fontos kézirat most előkerült, nyomtatásban bárki kézbe veheti, és nagyon sok minden van ebben a kéziratban, amit nem tudok most sem jobban megfogalmazni, mint annak idején 2008 tavaszán a beszélőnek adott címet kellett adni ennek a szövegközlött napról részletnek. Én azt mondtam, hogy reflektor a sötétben. Tehát reflektor Szálasi agyának sötét barlangjával, lehet, hogy ez egy képzavar, mert a agyának talán nincs barlangja, mert a szakértők elmondják, hogy minden van az ember, mi minden van az ember fejében. De Szálasi gondolatvilágáról, Szálasiról az emberről, Szálasiról a politikusról, ezekből a napokból lehet talán a legtöbbet megtudni. Persze az akkori vonakodásomnak volt egy jó oka, akkor már nagyon-nagyon készülőben volt a Szálasi életrajz, ahol természetesen a börtönbeli naplóját, illetve a szabadlábon írott két naplóját is bőségesen és sokszor idéztem. Aki ezt együttében végigolvassa, azt kérem, hogy jelentkezzen nálam egy jelentős dalomért, majd beavatottam, ki éljenek. Köszönöm. Jó estét kívánok! Én megmutattak, Perenyei Monika vagyok, amiért én azt hiszem, hogy ide kerültem ebbe a nagyon jó társaságba, az, hogy a pszichiátriai művészeti gyűjteményben dolgozom, munkatársa vagyok, és a mi kéziratunkban található az az elme orvosi elemzés, amit valamiben írásban megmaradt a Szálasi elme állapotáról. Nem egy közvetlen pszichiáteri vizsgálat során keletkezett, hanem egy írás alapján. Az ismerettségünk is én datálódik, amikor nagyon lelkesen és izgatott felvettem, hogy végre megvan ez a kézirat, mert hogy sokáig tűntünk, hogy ez nincs is meg. Én nem vagyok sem Szálasi szakértő, sem annak nem sem pszichológus, illetve pszichiáter, én művészettörténész vagyok, aki ebben a gyűjteményben, mondjuk úgy, hogy gyűjteménytörténettel és a magyar elmeügy vizuális reprezentációjával foglalkozom, tehát ez a szakterületem. És ezért aztán nem is döntöm el, vagy dönthetném el, és például a pszichiáterek és a pszichológusok és a pszichológusok sem tudják eldönteni, de ebben majd pedig bővebben beszél, hogy végül is most mi is volt a helyzet, vagy hogy írhatjuk le az elmeállapotát Szálasinak. Úgy, és ráadásul a gyűjteményben végzett munkám is, tehát olyan helyzetben vagyok, hogy tulajdonképpen ezt ki lehetne mondani, akkor sem tenném meg, hiszen nagyon sok olyan képpel és szöveggel foglalkozom, tehát lényegében a gyűjteménynek az a missziója, hogy tulajdonképpen kiszabadítsuk egy ilyen nagyon megbélyegzett és izolált státuszból ezt a gyűjteményt, mert tulajdonképpen az én nézőpontom ebben a szituációban, ahol a naplóját olvastam Szálasinak, az, hogyha elmebeteg, akkor sem igazán elmebetegként foglalkozom ezzel a szöveggel, hanem egyáltalán milyen szöveg helyekkel tudom
összefüggésbe hozni, vagy milyen kontextusba behelyezni ezt a naplót. Én az első 300 oldalt, ezt mondtam a beszélgetésünk előtt, sorról-sorra olvastam. Mint laikus, 300 oldal után tényleg azt mondtam, hogy hát ez elmélettelek. Persze. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy nagyon, nagyon megviseli az ember. 300 oldal után már így gyors olvasása a szkennelve, és felérzékenyítve bizonyos kérdésekre, hogy mi ugrik ki a szövegből, és mihez tudom kapcsolni. Tehát, és olvastam, körülbelül nem tudom, már 400. oldalnál, 300. oldalnál bukkantam egy olyan helyre, ami behozott nekem egy olyan szöveget, amivel éppen most egy másik projektben foglalkozom. Ezt elmesélem, tehát itt például, hogy miért is jó, hogy ez most kiadásra került ez a napló. Egy teljesen más projektben vagyok, ahol egy 1930-ban született magyar és történelem szakos tanárnőnek a rendszerváltás óta vezetett naplóját olvasom. Ennek a naplónak van címzetje, tehát konkrét személyhez íródott, a fiához, aki 79-ben visszatált és vehetett el a filmrendezői iskolát, Hámos Gusztávnak hívják egyébként. És olvasom ezt a naplót, és egyszer csak ez a magyar és történelem szakos tanárnő a közéleti eseményeket, a napi híreket, mit lát a tévében, mit hall a rádióban, és a városkép változásait is rögzítette. Tehát, hogy mi történik a városban. És 91-ben teszi meg ezt a bejegyzést, ami, és a déli pálya udvar falán pedig megjelent egy graffiti, Nürnberget a békebűnösöknek is. És akkor ezen én megakadtam, hogy ez mi. És aztán úgy ezt félretettem, elkezdtem a Szálasi naplót, és körülbelül a 300-400-dik oldal közepén abba futok bele, hogy Szálasi ezt taglalja, tehát hogy a háborús bűnös, tehát az senkit nem érdekel, a háborús bűnösségnek a háborús bűnös, beszéljünk a békebűnösökről. És akkor így bevillant, hogy te jó ég, tehát tulajdonképpen 94-ben ez az 1930-ban született magyar történelmi szakos tanárnő, tulajdonképpen egy nyilas frazeológia és egy nyilas szöveg felbukkanását rögzítette 91-ben a városi térben. Na most mindezzel csak azt akarom mondani, hogy nyilván ez a frazeológia és ezek a humorista szövegek, tehát ezek tulajdonképpen így velünk élnek, vagy itt vannak a környezetünkben, és aki erre érzékeny volt és tudta, hogy ez mi, fájó pontján érintettek, vagy félelmeket, vagy bármit, tehát ugye leérzékeny volt, akkor ezt bizony megjegyezte. Nagyon sokan nyilván elmentünk mellette, én nem is értettem, hogy miért a szövegben, megakadtam, mert ez egy napnak egy bejegyzése. És az első kontextus, amiben talán nyilván így, vagy milyen szövegekkel lehet összevetni ezt a szöveget, hát az a politikai beszéd, illetve a politikai nyelv, azt gondolom, attól függetlenül, hogy hol tűnik patológiásnak és kézzelbe bajnak tényleg, vagy rögeszmének ez a szöveg. De ez tényleg nagyon tisztán látszik benne, hogy egy ilyen nagyon dualisztikus nyelvi alakzat, ami így végighöntöljük ezen az egész szövegen. Tehát a kizárás, a mások kizárása és kriminalizálása. Tehát ez olyan erősen áthatja ezt az egész szöveget, és tulajdonképpen ez adja a vázát, és ennek a rögeszmés ismételgetése. Hogy néhol azt gondoltam, hogy nem tudom, hogy az Umberto Eco prágai zsidó temetőjének is lehetne egy függeléke, tehát a nagy világ összeesküvés egyfelől. És tényleg ez a teljesen eltárgyasítva, tehát, hogy a zsidók és az angol szászok, mint szinonima sok esetben, és hát ez teljesen kiközösítve és eltárgyasítva egy ilyen halmazként beszél róluk, és ez így végighömpölyög a szövegem. Az utolsó, talán amikor már ugye a börtönnapot, tehát a fogsága alatt írott napló, a 45-46, ahol egyébként meg is említi, hogy bemutatták nekik a filmeket, vagy a filmet, a haláltáborokról, és azután fordul a retorika, de az egyébként még hajmeresztőbb. Tehát még hajmeresztőbb, amikor azt mondja, hogy tehát a hungarizmus az egy olyan eszme, ami megmentheti a zsidókat, tehát nem hajlandók a zsidók erre rájönni. Tehát, hogy tehát egyrészt mint politikai szöveg, tehát, hogy is ennek megvan ez a struktúra, ez ismert. Tehát ez a
ez a kizárás és egy szembenállásnak a felállítása. Tehát ez az egyik olyan kontextus, amiben ezt bele lehet helyezni, azt gondolom. A másik, ami pedig nekem eszembe jutott, az nyilván így a gyűjteményi kutatások kapcsán is, hogy hát nézzük úgy, mint mondjuk börtönnapló. Tehát ugye a kétharmada az fogságban írok szöveg. Egyfelől azt gondolom, hogy a magyar társadalom és kultúrtörténetben ez toposz, tehát a fogságban írott szöveg, illetve a fogságban keletkezett tulajdonképpen produkció, mert hogy tudunk nagyon jelentős produkciókat, amelyek fogságban keletkeztek, és ezt is leszűkítve, hogyha mondjuk börtönnaplóként vagy börtönben fogalmazásként kezeljük. Az én számomra most így nyilván nem már nagyon régóta beszélek, tehát hogy ami az egész szövegből nagyon érződik tényleg ez a személytelenség. Tehát hogyha mondjuk például Szél Pálnak a ami nem is napló, hanem egy visszaemlékezés, tehát a forró hangban, amit nagyon hosszasan leír, hogy ez a 10 hónap milyen volt 1919-ben és 20-ban, 20 évenben a fogházban. Tehát és az első több évtized után letette papírra. Tehát, hogy az tele van személyes, érzéki tapasztalásokkal. Tehát, hogy, és ebben a szövegben semmilyen, tehát, hogy egy ilyen nagyon hideg, személytelen, ami feltűnik még nagyon, tehát, hogy azt hiszem, hogy az írást is tulajdonképpen egy ilyen rituális cselekvés volt számára, tehát azt gondolom, tehát, hogy egy ismétlődő rituális cselekvés, egyfajta ceremónia, ami nyilván, hogyha megakad, akkor jön a pánik. Én nekem nagyon figyeltem azt, hogy mikor jön elő, hogy mondjuk a szűk családi kör, vagy az ismerősök, vagy a barátok. A vége felé, tehát amikor közeleg a tárgyalás, tehát akkor jelenik meg, akkor is egy ilyen nagyon pátoszos, és én ezt formulának érzem, tehát ezt már mondtam, én ezt abszolút formulának érzem, ez a szeretett asszonyom, édesasszonyom, és ezt persze imába foglalja, tehát hogy mindig az imába foglalja a szeretett édesasszonyát, és ez egy ilyen nagyon fátoszos formulaként ismétlődik, de ez sem azért olyan túl sokszor. Tehát, hogy nekem ez tűnik fel, tehát más ilyen helyzetekben keletkezett szövegekkel, tehát kiáltó, óriási, azért. Tehát tulajdonképpen összehasonlíthatatlan, tehát hogy igazából a különbségek tűnnek elő. Egyedre most így ennyi. Gondolom, én átadom felének a szót. Köszönöm szépen. Hát én Szálasi témával úgy kerültem kapcsolatba, hogy 92 vagy 93-ban megjelent a pszichoanalitikus beszélgetések a börtönben, fasiszta lelkek főcímben, az a kötet, amelyben Gardner Pálnak, egykori pszichiáternek és Stékel János pszichoanalitikusnak a beszélgetését tartalmazza a börtönben lévő háborús bűnösökkel, ezt Szirmai Rezsővel együtt készítette, és a Szirmai Rezső neve jelezte először ezt a könyvet, de végül is ezeket az interjúkat Gardner Pál csinálta, és hát Gardner Pál nagyon érdekesen ír ezekről a figurákról, köztük Szálasiról is, és ehhez a kötethez Laci írt egy bevezetőt, túlszóban nem emlékszem, ez fordítva volt, de a lényeg az, hogy nekem akkor, amikor én ezzel a témával megismerkedtem, akkor a Szálasi figurája az tökéletesen reprezentálta azt, amiről már Monika is beszélt, a tekintélyelves fasiszta egy személyiséget, amiről már korábban is valamennyire tudtam, mert foglalkoztam is különböző kutatások kapcsán, és előállt egy portré egy olyan embernek, akit már itt te jellemezte, hogy hideg, hogy az embereket tárgyként kezel, egy rigid gondolkodású, sztereotípiákban gondolkodik, vallásos, de nem a szónak a köznapi értelmével vallásos, hanem ahogy mondtam, hogy az imádott asszonyom és hasonló ilyen kifejezéseket használ, tele van mindenféle rögeszmékkel,
de ez abszolút jellemző az autoritás személyisége, természetesen az is, hogy nagyfokban kivetíti a serepes indulatait a külső ellenségnek, zsidókra és másokra, hihetetlenül kizár mindent és mindenki más, minden információt, ami az ő saját rögeszméjében szemben áll, tehát ezt láthatjuk a naplóban is, meg a Karsai Laci által írt életrajzban is, hogy mennyire nem ismeri fel a realitást, mennyire még mindig hiszi, hogy a hungarizmus diadalmaskodni fog, sőt azt gondolja, hogy ez majd a háború utáni korszaknak is valamilyen vezető ideológiája lehet, és próbálja eladni magát, és ez engem megdöbbentett, és végül is talán nem is annyira különös, hogy próbálta magát eladni Rákosiaknak is, és akkor javaslom, hogy kidolgozva valami 5 éves tervet, amit hát majdnem, hogy szó szerint átvettek, szóval, hogy ezek az ötletek vagy fantáziák, ezek talán nem is álltak annyira távol a realitástól, de most visszatérve erre a bizonyos hát szakvéleményre, amit ilyen, hát legtöbb forrás szerint egy Bakodi Aurél pszichiáter főorvos készített 1939-ben, de van egy olyan forrás, éppen a HVG-ben jelent meg nemrég Urányi Gábor cikke, ami, de mindjárt erről még beszélt egy kicsit, hogy ez nem Bakodi főorvostól, hanem Kruge Endrétől származik ez szakvélemény. A lényeg az, hogy ez Szálasinak a 1935-ben kiadott Cél és követelés egyszerű pamfletjének a alapján készült, úgyhogy Benárd Ágoston államtitkár, aki akkor nem tudom pontosan milyen pozícióban volt, a képviselő volt, felkérte a pszichiáter főorvost, hogy írjon szakvéleményt Szálasi szövege alapján, és akkor egy-két mondatot olvasok ebből a szakvéleményből, ami is szól, hogy Szálasi Ferenc, Cél és követelés egyszerű munkáros, skizofrén lelkiállapotra kardinálisan jellemző elmentünetek oly sokaságát mutatja, hogy vannak, hogy még annak is, aki politikai téren a magyar elmentünetek oly sokaságát mutatja, hogy még annak is, aki politikai téren a magyar messiás várás kielégítését, hogy egyes programmondok tekintetében majdtól eltérő kormányzást követelnek, és így a Szálasi mozgalomnak híve vagy követője lenne, a legnagyobb aggodalommal kell tekinteni Szálasi elmealkotottságára, és a magyar jövő érdekében legalábbis arra kell törekedni, hogy őt és mozgalmát egymástól szeparálják és más vezetőre bízzák. Szálasi jelenlegi mártír tetszelgése csak arra alkalmas, hogy a mozgalomban pont annak a személy hitelét növelje, kivel szemben az eddigiek alapján is a legsúlyosabb elme orvosi aggályok, sőt bizonyítékok állnak fel. Tehát, hogyha ezt most lefordítjuk, ez egy kicsit körülményes fogalmazás, akkor ebből az derül, hogy Szálasi elmebeteg volt. A skizofrén lelkiállapot, a kardinálisan jellemző elme tünetek oly sokaságát mutatja, hogy képtelenek vagyunk ezt mondani. Na most, hát nem ez volt az egyetlen diagnózis Szálasi Lóli, Gardner Pál, akiről már beszéltünk, ő azt állítja, hogy egyáltalán nem volt elmebeteg, hanem skizoid életidegen kóros személyiség, de nem elmebeteg, és itt idézem Gardnert, aki azt mondja, hogy bűntársainak róla alkotott véleményével, tehát a többi háborús bűnös, börtönben lévő háborús bűnös véleményvel ellentétben, a köztudatban, sőt a sajtóban is elterjedt hírekkel szemben Szálasi nem elmebeteg, hanem skizoid életidegen kóros személyiség. Na most a Laci már említette Benesovszky Ilonát, akinek 1984-ben jelent meg az a tanulmánya, amikor ez a napló részlet is megjelent, és ő ugye Benesovszky nem volt pszichiáter, és nem tudom, hogy ő honnan vette, vagy ő maga alkotta meg, de azt mondja, hogy a realitástól eltávolodás a gondolatoknak, elveknek végleges és infantilis egocentrizmusa, eredeti intelligenciájának torzult és regresszív képlete, amely az önkényes szóképzések öntörvényű kategóriák, szó és szimbólum képzésekben mutatkoznak meg, már önmagukban is a skizofrénia diagnózisát alkotják, tehát most visszatérünk a skizofrénia
diagnózishoz, és akkor van egy újabb szöveg is, amit sajnos nem ismertünk akkor, amikor ezzel a szakvéleménnyel foglalkozni kezdtünk. Ez nagyon sajnálatos, hogy a Pisztola Ferencnek, aki egy jeles magyar pszichiáter és pszichiátria történész, aki van egy cikke a Mentálhigiéna és Pszichoszomatika című lapban megjelent hosszabb tanulmánya, amiben hát foglalkozik részletesen Szálasival, és szintén sorra veszi ezeket a különböző diagnózisokat, és ő arra a következtetésre jut, hogy nem elmebeteg, hanem fanatikus pszichopata, paranoid pszichopata, és hát itt idézi Nyírő Gyulának, a korszak neves pszichiáternek erről szóló meghatározását, ha valamilyen magasztos cél érdekében állnak, mármint ezek a pszichopaták, ott rendszerint zászlóvivőkké válnak, mártiromságot is könnyen vállalnak, másfél azonban cezaromániások, kiméletlenek, könyörtelenek a más véleményekkel állókkal szemben. Na most hát itt sok minden egyebet is lehetne ezzel kapcsolatban mondani. Szóval az a furcsaság ebben az egészben, hogy egyesek azt mondják, hogy elmebeteg volt, egy teljesen különböző külső megfigyelőkben, semmi közük nem volt a pszichiáterhez. Például egy katolikus püspök azt mondta, hogy az ország derülni kezdett rajta, hiszen minden megnyilvánulás egy bolond gomba volt. És hát mások is mindenféle ilyen megállapításokat tesznek, de hát ezek eléggé esetlegesek. Én nekem nagyon tetszett az, amit Mára ír a naplójában Szálasi kapcsán, és ez úgy szól, hogy ez a történés a Szálasinak a rádióban felolvasott hadi parancsáról van szó, és így Mára, ez a történelem leghosszabb hadi parancsa, dagályos, bombasztikus, értelmetlen, üres szócséplés. Érződik, hogy az elmebajos, aki sokáig hallgatott, örül, hogy beszélhet. Aztán nyilas versikét szavalnak a talajgyökérről. Mindez inkább kínosan mulatságos, komoly, ugyanakkor végzetes, elkerülhetetlen, a magyarság megeszi a keserű főzet minden fogásra. Na most én ezt a megfogalmazást tartom fontosnak, hogy a magyarság megeszi a keserű főzet minden fogásán. És akkor itt lehetne tovább gondolkozni azon, hogy egyáltalán mi értelme van annak, hogy Szálasiról, mint őrültről beszélünk, van értelme éppen pszichiátriai diagnózisokat felállítani, és azon mondani, valóban skizofrén volt-e, vagy csak szkizoid pszichopata. És maga az őrültség fogalma az, ami problematikus, mert hiszen a hétköznapi fogalom arról szól, hogy az őrültnek a gondolatvilága, irracionális érzelmileg, cselekvésileg, gondolatilag nem beszámítható félelmet és rettegést kell, és ennek az őrülté nyilvánosításnak a funkciója a megbélyegzés, a kizárás, az elkülönítés. Most a pszichiátria, a tudomány, emellett persze az elkülönítés mellett a gyógyítást is hangsúlyozza, de a diagnózisok és terápiás eljárások tulajdonképpen a kornak a tudományos gondolkodását képviselik ezek a diagnózisok, mint ahogy a Hitlerrel kapcsolatos diagnózisokról tudjuk, hogy ezek változnak, mindig más tüneteket emelnek ki, és mindig más módon próbálják megfogalmazni ugyanazokat a részrevételeket. Én azt gondolom, hogy itt a Szálasinak a pszichopatológiáját, az csak egy társadalmi pszichopatológia segítségével tudjuk megérteni, ahol legalább olyan fontos az egyén, a személyiség, aki naplót ír, és a támogatók, a személyiség és a támogatók kölcsön viszonya, amit csak akkor tudunk megérteni, hogyha a Szálasit nem valamiféle elszigetelt elmebetegként próbáljuk felfogni, hanem egy olyan tünetként, amely magára az egész társadalomra és arra a társadalmi folyamatra jellemző, amely Szálasit, mint vezetőt feldobta, és befejezésről még annyit mondanék, hogy nekem nagyon tetszett az, amit Karsai írásra hivatkozik Bíbóra, és a politikai jellemmel kapcsolatban Bíbó beszél a hisztériáról, a hisztériált állapotokról, és hát itt annyit idéznék, hogy erre a politikai, hisztérikus politikai jellemekre jellemző az öndokumentálás,
a belső bizonytalanság, a túlméretezett nemzeti hiúság, a váratlan meghunyászkodás, a teljesítmények állandó hangoztatása és a teljesítmények valódi értékének feltűnő csökkenése, morális igények és a morális felelőtlenség. És akkor ezt el lehet akkor gondolkodni, hogy ki a normális és ki az őrült, olyan Porté nem őrült volt-e, vagy Sztójai nem volt őrült, ki volt a normális, amikor több százezer magyar zsidót deportáltak még mielőtt szálasi hatalomra került, az normális dolog volt, szóval ki a őrült és ki a normális. És hogyha elolvassuk például Zoltán Gábornak az Orgia című regényét, amik a Maros utcai nyilas könyvtémének a tevékenységéről szól, akkor megint csak azon kell elgondolkodnunk, hogy hát tulajdonképpen ki a normális és ki az őrült, és hát itt tulajdonképpen ott tartunk, hogy a pusztán a napló alapján nem tudjuk megmondani, nem tudunk igazán diagnózist felállítani Szálasi, nem tudjuk berakni őt egy pszichiátriai múzeumnak a alapjai közé, hanem ahogy te próbáltad nekünk ecsetelni, nagyon érdekesen, hogy ezek a szövegek, ez a frazeológia, ez a jelentikus, ez visszaköszön a mindennapjainkban, és találkozunk vele ma Magyarországon, vagy külföldön, Amerikától Kínáig, és nem tudom, hogy meddig. Szóval, hogy ez nem egy ilyen tényleg elszigetelt múzeumban való jelenség. Akármennyire is bizony egyébként a szöveg volt. Én talán egy másik oldalról szeretnék hozzászólni, mert azt szoktam mondani, hogy könyvtárakat lehet megtölteni azzal, ami ezért nem értek. Egyébként azt hiszem, elég sokan vagyunk ezzel így. Ha a Szálasi őrült, akkor a helyzet sokkal rosszabb. Akkor tudjuk azt kell megmagyaráznunk, hogy egy őrült, egy elmebeteg hogyan tud megszervezni egy körülbelül fénykorában egy 200 ezeres tömegpártot. Hogyan tudja rávenni a legszélsőségesebben radikális alvezéreit és hát a tömegei részét is arra, hogy maradjanak nyugton. Azok nyugton maradtak, mert ahogy mondani szokták, a csendőr nyomozók, azok a kommunistákat, különösen azok zsidók voltak, kéjjel is örömmel verték a nyilasokat kötelességteljesítésből. Tehát a nagyon szilárd horti rendszerben mondjuk puccsal próbálkozni, az nyilvánvalóan csak egy megbeszekedett elmebeteg próbálkozhatott volna. Egyébként Romániában a vasgárdisták megpróbálkoztak puccsal, mert azt hitték, hogy a németek támogatni fogják őket. Nagyon keményen leszámoltak velük. Szálasinak volt annyi politikai érzéke, hogy inkább vállalta a pártjának a lassú tagnégyszámára, a lassú lemorzsolódását. Vállalta azt, hogy a valaha 47-49 tagú parlamenti képviselőcsoportja gyakorlatilag megfeleződött, sőt, hát akik igazán kitartottak mellette, az egy jó erős tucatnyi embernél nem volt több. De akik követték, akik hittek benne, azok látták azt az embert is, és ez a mai politikusok körében is rendkívül ritka, aki tudta magát úgy kívülről szemlélni, hogy kritikával, önkritikával, sőt iróniával. A kedvenc idézetem az, látott olyan arcokat, akiket mások még nem találkoztunk, és nem hallhatták ezt a kedvenc szálas idézetemet, amikor Szálasit figyelmeztették 1940. szeptember után, amikor kijött a börtönből, és akkor azt írta az egyik alvezére, hogy most megkaptuk a Szálasit, ők viszik különböző helyekre, politikai gyűlések, ott Szálasi ül középen, és nem szól egy szót sem. A kisgyerek fekét megsimogatja a gyűlésedő gyűlés után, ő iránycsapot átvesz, népviselőbe töltött hölgyektől, de nem szól egy szót sem, mert azt mondják, hogy nem lehet érteni. Amit mond, hosszú, nagyon hosszú szövegeket mond, ezek a része fönnmaradt, és tényleg nagyon-nagyon nehéz ezeket az eredeti szálasi szövegeket végigolvasni. Nem akarom magamat sajnáltatni, senki nem kényszerítette ezt, hogy
szinte fűmunkaidőben, amikor éppen nem tanítok, vagy nem foci meccset nézek a tévében, akkor szinte majdnem mindig csak szállosít olvasok. Felüldülésnek nem nevezhető, hogy amikor nem, akkor a holokausztal kapcsolatos dokumentumokat és szakradalmat olvasom, de meg szeretném mutatni mindenkit, aki esetleg aggódna, az ellenségeknek az a gondozik a teremben pedig elkeseríteni, hogy nincsenek még rémálmai. Tehát ezzel foglalkozom 30 éve, és élek. Most Szálosi azt mondta, hogy hát nem értik az ő beszédét, hogy zavarosnak tartják az ő beszédét, de hát ő nem lehet nagyobb, más, külön, mint a Jóisten, hiszen a Jóisten is káoszból teremtette a világot. Na most ekkor még nevet írunk, vagy nevet jelhetünk, de amikor Szálosi a naplójában többször nagyon komolyan leírja azt, hogy az ő igazsága, a hungarizmus igazsága, az mindennél nagyobb igazság. És az igazság ez diadalmaskodni fog, mert mindennél nagyobb igazság. Ez az igazság úgy fog diadalmaskodni, hogy vagy ő viszi diadalra, és ezért is írta egyébként ezeket a jövendőre szóló elképzeléseit. Hát én nem vagyok egészen biztos abban, hogy Szálasitól vette át mondjuk Nyerzső és a többiek, ezt meg csak viccelni te is. Ez benne volt akkor a korban. Tehát az, hogy államosítani, tervgazdaság, egy központból irányítani a gazdaságot, aminek a legszebb megfogalmazása az, hogy vegyük el a gazdagoktól, ami gazdagoké. Nem lesz ettől a szegényeknek több, de ezt a szegények nem tudják. De ha azt mondjuk, hogy mindent államosítani, jó. Fölemelni a béreket, jó. Fölemelni a nyugdíjakat, jó. Az árakat pedig tartsuk alacsonyan. Aki ennél jobb politikai programmal áll elő, az már a Trump, és az már győz is. Tehát a demagógia, a megszállottság, az önmaga elhivatottságában vetett hit rengeteg embert meggyőzött arról, hogy érdemes emögé az ember mögé állni. Engem a politikus, most, hogy elmegyek a nyelvet, ez a politikus, ez első perctől kezdve tudatosan építette föl saját magát, például felépítette a puritán, tehát képzeljenek el, nagyon nehéz, tudom, erőtessék meg a fantáziákat, egy olyan politikus, aki nem lop. Nincs is módja, mert hát nincs hatalmon, de hatalomjátása után sem foglalkozik tulajdonképpen egyetlen egy kérdés vételével, semmivel, például nem tömi meg a zsebét, meg a rokonai barátai zetfelei zsebét, sőt, időnként mond olyanokat, hogy hát a forradalommal sok minden jár, de hát aki rabol, gyilkol, akármilyen zsidókat is akkor meg kell büntetni, mert a mi forradalmunk az egy törvényes forradalom. Amit a Szálasi életrajzban és ebben a naplóban, előszóban is és máshogy is próbálok nagyon sok éve, több mint 10 éve mondani, az egyetlen egy dolog, amit Szálasi hatalomjutása után csinált. És ez nagyon fontos dolog. Előbb felé megjegyzést tett azokra a magyar politikusokra, illetve köztisztviselőkre, államtitkárokra, akik 1944. május 15-től 7-ig 437 ezer vidéki zsidó deportálták, totális kirablását, gettóba, gyűjtőtáborba zárását, majd deportálását megszervezték. Hogy ők őrültek voltak-e? Ők következetesen jártak az addigra már Hitler által jól kitaposott úton. Folytatták azt, amit addig propagandálásra. Igen, tehát ez egy kérdés, hogy ez normális. Az, hogy mondjuk a deportálásoknak az irracionális részén csak egy adalékot, hogy elviszik a gyógyszerészeket. Majdnem minden gyógyszerész. 100-ból 97-et. Most a gyógyszertárakat ebben az esetben be kell zárni. Az a rossz dolog. Az tud zsidók voltak. Gyógyszertár bezárva, gyógyszer ott marad, és akkor mit csinál? A beteg ember az gondoljon arra, hogy milyen nagy öröm, hogy a gyógyszerészek is Auschwitzban rövidesen annyi mérgező gáz fognak beélegezni, hogy már a tüdejét nem fogok tovább működni. Ez racionális politika. Szálasi ezen a téren, a zsidó politika terén viszont mást nyújtott. Megbeszekedett antiszemita volt. De mégis ő azt mondta, hogy neki van egy, ezt ilyen nyíltan szinte ki sem mondta ezt a külügyminiszteret, megmondta tárgyalásokon, hogy ha a semleges diplomaták védeni akarják a budapesti zsidókat, már csak Budapesten vannak zsidók, és nem is kevesen, majdnem 250. Azért ez jelentős tömeg. Ha védeni akarják budapesti zsidókat, akkor tessék elismerni az ő rendszerét, mint legitim rendszert.
Ez olyan fontos? Hát akkor fontos, hogyha néhány hónapon belül meg fogjuk nyerni a második világháború. Mi németek, meg az olaszok, meg a magyar hadsereg. Főleg azért, nem azért, mert csodafegyvereink vannak, csodafegyvereink is azért vannak, mert a mi oldalunkon áll az igazság. Na most, ha ebben a gondolatkörben Szálasi azt mondja a németeknek, hogy kérem, tárgyaljunk arról, hogy vihetik a zsidókat, majd holnap. Tárgyaljunk erről a kérdésről holnap után. Tárgyaljunk erről a kérdésről a jövő héten. Megkérdeztem szakértő kollégámat, október végén már hallani Budapest környékén a Kecskemét felé előretörő szovjet rádiókat is bombáznak. És aki ebben a helyzetben azt hiszi, hogy mi nácik és kunosok fogunk nyerni, az normális. Megszállott. Tudja, hogy igaza van. Tudja, mielőtt börtönbe zárják, és tudja a börtönbe zárása után is. De ha neki fontos, hogy elismerjék a rendszerét a semleges államok, akkor azt mondja a németeknek, hogy jó, mehetnek a munkaképes korú zsidók. Munkaképes férfiak és nők. Ebből nem az lesz, a halálmentek borzalmairól most nem akarok beszélni, de végül is Szálasi a németek ellenkezésével mit sem törődve megszervezteti a nemzetközi gettót és a nagy gettót. A régi szakirodalomban erre van egy magyarázat a nemzetközi gettóra, hogy Wallenbergék, Lucék, Angelo Rottáék megtévesztették a nyilasokat. Nem tévesztették meg, a nyilasok pontosan tudták Szálasitól kezdve, hogy ezek a védlevelek, védőútlevelek az ég adta világban semmit nem érnek. A nemzetközi jog szempontjából nem, mintha mi a németeket tekintenénk a nemzetközi jog letéteményeseinek, de mégis a kezükben van a fegyver. Szálasi azt mondja, hogy nem, maradnak. Ha 35 ezer ember a nemzetközi gettóban el van, időnként kihajtanak onnan 100-at, 200-at, 300-at napartra, vagy meggyilkolják őket és kirabolják őket, vagy csak kirabolják őket, aztán visszamehetnek. Az alapszámokat kérem, nem bűzöm újra és újra elmondani, de elmondom önöknek is, biztos hallották már tőlem. A Sztójai Horthy kormánynak az áldozatainak, zsidó áldozatokról beszélünk, az körülbelül 350-370 ezer emberre tehető. A Szálasi rendszernek, és itt Szálasi a politikai felelős, még akkor is, ha azon kívül, hogy a zsidó politikát meghatározta, döntéseket hozott, rendeletet adott ki, amely egyébként minden zsidó vagyont állami vagyonnak nyilvánított, Szálasi rezsimjének körülbelül 50 ezer zsidó áldozata volt. Ez hétszeres különbség. Ha én egy veszekedett antiszemitát, aki 50 ezer ember haláláért felelős, ezzel fölmentek, vagy rehabilitálok, akkor befogom a pörös számot, nem tudok mit mondani. Ha Szálasi hatalmazása után elkezdte volna azt, amit a németek tőle követeltek, kértek, javasoltak, Budapest zsidótlanítását, ha elkezdte volna tömegesen öldökölni a zsidókat, ha elkezdte volna legalább elindítani a halálmeneteket, október 16-án, 17-én, de nem, november 3-áig várt, és november 21-én leállítja a halálmeneteket. Na most erről az, hogy a legszörnyűségesebb rendszer, a Szálasi rendszer, mert hogy az alatt ölték meg a legtöbb zsidót. Ez egyszerűen számszakilag nem igaz, és az sem igaz, hogy azért ilyen kevés, 50 ezer ember kevés, hát kisváros lakossága. Hogy ez azért kevés, mert hogy a kevés, kevesebből kevesebb zsidót tudott Szálasi és bűnbandája eltenni lábbalól. Ez nem igaz. Ha akarta volna, ha lett volna benne politikai akarat, ha nem az lett volna az alapvető politikai akarata, hogy az ő rendszerét legitim rendszernek ismerje el, Svédország, a Vatikán, Spanyolország, Portugália, akkor ma sokkal, de sokkal kevesebben ülnénk talán, mint ebben a teremben is, mert szüleim, nagy szüleim jelentős része meghalt volna. Még talán egy tévezék, hogy tudom, a megszállottságához. A megszállottság az a naplóban is még fokozódik. Tehát, hogy az utolsó évében, tehát egészen eljut odáig, hogy a humanizmus igazsága alapján, megjelenik ez a szó, a földgömbrend és a földgömbrendezés. Utána ez ismét föl is sokszor, ez a kifejezés. Mellékesen az egyetlen ilyen komikus hatást kiváltó rész volt ebben a naplóban számomra, mert rögtön Chaplin Hitler alakítását jutott a szembe, amikor a földgömböt pörgeti az ujján, egy ilyen kis bevillanásként. És ami még erről a megszállottságról eszembe jut,
ugyancsak egy másik típusú szöveg, ami például a mi kéziratvárunkban is előfordul. Tehát azoknak a kezelteknek, akik elmegy úgy intézetekben éltek. Tehát a mi kéziratvárunkban vannak olyan feljegyzések, egy-két korlap és más típusú feljegyzések, kis fecnik is, tehát amiről tudjuk azt, lehet tudni, hogy a betegek kinéztek, vagy a kezelőorvos, vagy egy-egy kezelőorvost, vagy az intézet vezetőjét, tehát tulajdonképpen egyfajta közvetítőként, vagy egy autoritásként kiszemelik maguknak, és akkor őt kérik bizonyos dolgok közvetítésére. Én engem ez kísérletiesen emlékeztetett, amikor a Péter Gáborral való kapcsolatát írja. Ja. Tehát, hogy ő a nemzet megmentésébe kezd, és Péter Gábort kéri közvetítőnek, hogy ő közvetítsen. Nem, azért, hogy a nemzetet megmenthesse, mint nemzetvezető, ezért Rákosihoz és Tilly Zoltánhoz közvetítsen például. És ez többször megjelenik, hogy miben kéri ő a közvetítő szerepét Péter Gábornak, és néha még van olyan, hogy egyszer van egy olyan megjegyzés, és Péter Gábor mindent megígért. Ez nekem abszolút ez az hatjáskodó elme volt most, akit elhagyom. Igen, tehát hogy azt is mindent megígér. És van egy helyzet, amikor a pszichoanalitikus és a Szirmai Dezső az újságíróval beszélget, és a Gardner Pállal, és hogy utána ott felmerül az, hogy felteszi a kérdést a pszichoanalitikus, hogy mit szólna ahhoz, hogyha elmebetegi vagy őrültnek nyilvánítanák, és akkor azt válaszolja, hogy az csak azt bizonyítaná, hogy mindenki bolond rajta kívül, vagy valami ilyesmit mond. És akkor, és Péter Gábor mosolygott. Tehát, hogy ezt a kis és ez a megszállottságot mutatja az is, hogy ő megkérdezte a Gardner, hogy elkövetne öngyilkosságot, mert szó sincs róla, ő bátran áll a bitó alá, mint ahogy tényleg úgy állt. Szóval erről rengeteg felvétel van a kivegzéséről. De még ez a kapcsolatban még csak egy megjegyzést szeretnék tenni, az a kapcsolatban, amit mondtál, hogy te mondtad ezeket a számokat, ezek nagyon meggyőzőek, de végül is hát, Szálasi hát már sokkal kevesebb zsidót tudott megölni, vagy meglehetni, mert sokkal kevesebb volt. Hát a munkának az oroszlán részét már az előző kormányok megtették. Jó, lehet, hogy valamennyire ő próbálta mérsékelni visszafogni. Nem azért, mert bármilyen rohadt szemet érzett volna a zsidók iránt, hanem ez is hozzátartozott az ő megszállottságot, úgymond az, hogy a nemzetnek, hogy a hungarizmusnak az érdeke, hogy most akár a németek akaratával szemben is, de mondjuk a zsidókat Magyarországon fogják munkára, vagy valamilyen más megoldást találjanak, és hogy a semleges országok rokon szemét nem azért akarta elnyelni, mert ő ilyen racionális, szerint nem látom igazából a racionalitást, ugye most egy racionális dolog lenne. A másik pedig, ami még itt nem ezt felvetettük, már te is ezzel kezdted, hogy hát, hogy hogyan tudott ő végül is hatalomra került, tehát ugyan milyen politikai praktikával tudta kívánni azt a pillanatot, amikor neki hatalomra jutnia, és hogy egyáltalán miért biztam benne, vagy miért rokon szemveztek vele a hívek, és azt gondolom, hogy itt érdekes szociálpszichológiai magyarázatokat lehetne találni, például a kognitív diszonancia elméletéből, mert itt nagyon sokat vártak tőle, mert egy ilyen messiásként mutatkozott, vagy valamilyen karizmatikus vezetőként, aztán kérdezett, hogy ebből semmi nem lesz meg, nem valósul meg nem lesznek radikális változások, nem lesz semmi, de ha egyszer már olyan sok energiát belefektettek, rászavaztak, erősítették a karrierét, akkor már valahogy a diszonancia feloldása érdekében is támogatták, és ez mondjuk nekem ez az egész történet nagyon furcsa ez a, hogy igaz, hogyha ő tényleg visszafogta a zsidó üldözést, akkor hogy lehet, hogy olyan kegyetlen terror bandák működtek Budapesten, mint amiket nem csak az Orbán Gábornak a regényén, vagy másodban is ismerünk. Ez erre mi a magyarázat? Most megint a nagyon
szűk és száraz, és talán unalmas adatokra kerülködöm. Van olyan kollégám, aki egy elég furcsa számítás alapján végignézte a népügyészségi és népbírósági anyagokat, és minden olyan pert, ahol zsidókkal szemben bármit elkövettek, ez egy pofontól és egy jegyűlő elvételétől a Dunába rövőség terjed. És ez a komoly szakértő kollégám körülbelül 2500-ra becsüli a megkínzott Dunába lőtt meggyilkolt, másfajta meggyilkolt zsidók a számát. Én nem fogadom el ezt a számot. Hozzám közelebb állnak másoknak a becslései. Én körülbelül úgy gondolom, hogy meg lesz az a 10 000 is, akiket megkínoztak, megvertek, megerőszakoltak, kiraboltak, Dunába lőttek. Most a 10 000 mellé még több ezer embert hozzá kell számolnunk. A számunk legalább 3-5 000 közé tehető, akik a gettóban, illetve a városban vesztették életüket, munkálva. Most ezt, ha minden az én, tehát van az egyik oldalon Ungvári Krisztiánnak a kb. 2500-as becslése, és a másik oldalon van az én 15 000-es becslésem. Ha a 15 000-eset, ha 2500-al viszonylag egyszerű ellenvállhatunk, 2523 000 embert vitt el egyetlen egy vonat 1944. május 15-től július 9-ig Auschwitzba. Volt, hogy 3 000 is volt, hogy kicsit kevesebbet, mint 2500-at. Átlagosan számolhatunk 3 ilyen szerelvénnyel naponta, de volt úgy, hogy 5. Tekintsük a 5 szerelvény, tekintsük a Gyulas uralmat egy ilyen 5 szerelvényes halálmenetnek. Én nem azt mondtam, hogy Szálasi megpróbálta visszafogni, vagy ha én így fogalmaztam volna, akkor én a visszafogást arra értettem, hogy a hatalomra jutásért puccsal próbálkozhatnak. Hogy Kumpátert maguk a nyilasok tartóztatják le, hogy vannak olyan, hogy itt lefegybereznek, kihagyják a frontra, büntetőszállodba osztanak, de amúgy egyébként Szálasi semmit nem tett meg, még az sem, ami módjában lett volna a nyilas terror visszafogására. Én csak azt mondom, hogy ezt a 15 000 embert, vagy 12 000 embert, ezt a jó napok, nagyon-nagyon szomorú idézőjelben mondom azt, hogy jó, a jó napokon egyetlen nap alatt Auschwitzban megcsókolnak. De nekik nincs emlékezetük. Auschwitzból nem tértek vissza, gázkamerából nem mondják el. Egyetlen egy nyilas pofon, amit a nagypapa vagy nagymama kapott, az sokszorosát éri a visszatértek emlékezetében, mert szemben is, mert a visszatérő jelentős része ráadásul nem is Magyarországra tért vissza, hanem a környező országokba, és a többségük pedig ment Izraelbe, pláne Amerikába. És ők nem mondják, nem mondhatják el a halottak helyett, hogy az, amit ők szenvedtek, az azért más volt, mennyiségileg is, és minőségileg is más volt. Mert az Auschwitzba szállított 437 000 embernek a körülbelül 60-80%-át egy órán belül meggyilkolták. Ezt összevetni azzal, hogy Zoltán Gábor leír olyan szörnyűséges jeleneteket, hogy nőket, öregeket ütnek, vernek, belerülnek a Dunába, megerőszakolnak, kirabolnak. Ez kisipari, céges munka. A nagyipar, az automatizált nagyipar, az igazán hatékony nagyipari haláltábor az Auschwitz. És Auschwitz a legnagyobb magyar temető, és ezt sosem ne felejtsük el, kérem, hogy Auschwitz legtöbb halottja a magyar zsidó. Köszönhetően a hordisztolói. Csak ez csak azt mondja, hogy a nagyiparról persze csak közvetve tudunk erről, ez a kis ipar, ez pedig hát ott szajlott az embereknek a szeme előtt, és látták, az egyszerű járókörök látták, hogy mi történik, és nem csináltak semmit, hagyták, hogy... De őket is fenyegették, de azt mondom, hogy ez azért mégiscsak az egésznek a tökéletes irracionalitását mutatja, és ebben benne van a sztálasi elmemaja épp úgy, mint azoknak a végtelen szadizmusa, őrült szadizmusa, akik ezt elkövették. Szóval, hogy itt azért, igen, szóval itt most tényleg
a Mengele a normális, aki egy racionális doktor, aki pontosan tudja ki az alkalmas munkát, ki nem, és hogyan kell segíteni. Nem szóval ezek, furcsa kérdések. Igen, de a racionalitásban van őrület, és őrületben van racionalitás, ha megszervezi, számos megszervezteti a rendetődés a nagy kettőt, az oda bezártakat élelmezni kell. Na most a legendárium szerint a nemzetközi gettók is, a nagy gettók is, a cionista ellenállók, Wallenberg, a svájci diplomaták, egyebek élelmezték. Juttattak be élelmet, hálásak vagyunk, fantasztikus munkát végeztek. De a nemzetközi gettót nem, de a nagy gettót, 70 ezer emberről van szó, kb. Ennyien élték ott túl nagyon sok uralmát, a nagy gettót Budapest fővárosa élelmiszerkészletéből élelmezték, mert Szálasi erre utasítást adott. Nagyon könnyű néhány nap alatt, egy-két hét alatt éhen dögleni és szomjan pusztulni, és betegségekkel és minden egyébben elpusztulni. Mit tehettek volna a zsidók, hogyha Szálasiék azt mondják, hogy a fővárosi élelmiszer készletéből nem adunk, az egyébként miattuk sem dolgozó zsidóknak. Most már megint kezdek belecsúszni abba, hogy a nyilas keresztet vagy valami párkárságot a kezembe nyomnak, és akkor lobogtassam. 50 ezeres tömeggyilkosról, veszekedett antiszemitáról, a nácik utolsó szövetségeséről beszélünk, aki egyetlen egy politikai sávban, a zsidó politikában nagyságrenddel volt kevésbé rossz, mint a volti szövegei kormány. Ez 2008-ban nagyon-nagyon ostobán, és nem győzöm magamat bírálni. 2008 tavasszán a Népszabadságnak azt mondta, hogy van, hogy a Szálasi alatt kevésbé volt, hogyha a sztójai kormány alatt rosszabb volt, jobb volt a Szálasi alatt a zsidóknak. Most aztán jobb szó, hogy ezt nem lehet még szabad kiejteni. Ha nem én mondom, akkor biztos megkaptam volna a Nyilas Bérenc antiszemita egyéb jelzőt. A Nyilas Bérencet megkaptam, az antiszemitát nem. Azt, hogy elmegajos vagyok, hogy elment az eszem, azt igen. Most visszatérünk a pszichológiai kérdéshez, hogy megszállottam, ismételgetem már a 10-valahány éve, hogy nem így van. Egyáltalán nem vagyok megelégedve azzal a hatással, amit akár a legszűkebb kollégáim körében, akár a szélesebb közvélemény körében elértem. Az egyik legnagyobb szomorúságomat talán 2-3 héttel ezelőtt legnagyobb szomorúság akkor értem, amikor Komoróczi Géza nagyjából hasonló évekkel, mint Feri, hogy a kevesebből kevesebbet tudott megölni. Felajánlotta, hogy elmehetek hozzá és elmagyarázhatom. Leírtam, illetve hát társszerzőm Szálasi Ferenc leírta a életrajzban, hosszan leírom, tanulmányokat írtam róla, előadásokat tartom róla. Egyetlen hely volt eddig, ahol nyugodtan hátradőlhettem, és mindig azt mondták, ha szerettem volna, egy sajátos szituációban itt nyugodtan mondhatom, amikor a Szegedi Egyetemen a tanítványaim vizsgáztak ebből a kérdésből. Akkor nyilvánvalóan nem neked, tudták, tanárnak azt kell mondani, hogy a Szálasi az ilyen volt. De hát kevesebb voltak, vagy vannak. Nem tudom, hogy mi az, arról szerintem az teljesen megjelenítő és abszolút elfogadom, és valami nem vagyok történész, tehát én nem tudom igazán számokat sem tudok mondani azon túl, amit te idézel, hogy ez a Szálasinak a kriminalizálása, vagy az ő bűnbakként való megmutatása, akár gonoszként, akár elmebetegként, akár ez majdnem teljesen elvetett az ember volt, őrült, arra szolgál, hogy a Hortit és az egész rendszerét felmentsük vele. Tehát ez egy teljesen világos és logikus dolog, de ettől még, tehát hogy ez egy dolog, hogy a Szálasi rendszer nem szolgál semmilyen módon arra, hogy a Hortit és a Horti rendszer, és nem csak a Horti rendszer, hanem a hatóságokat, és mindenki, aki közreműködött ebben, azt úgy felelősnek tartsuk. És ezt nagyon jól elmondtad a múltkor, éppen azt hiszem a Bálintházban, hogy,
hogy mennyire belecsúszott ez az érvelésmód, hogy a Horthy rendszer, hogy a Szálasi rendszer az egy kivétel volt, tulajdonképpen a történelmi kivétel volt, és hogy a Horthy rendszer az teljesen beleilleszkedik a magyar, mit tudom én, alkotmányos tradícióba. Tehát, hogy ez nyilván viszont teljesen elfogadom. Az más kérdés, hogy most ezen lehet vitatkozni, hogy a kevesebből lehet, kevesebbet lehet-e, vagy hogy a kevesebbet még radikálisabban kell kipusztítani. Nyilván lehetett volna, hogy gondolhatta volna a Szálasi, hogy na hát akkor aki maradt, azt még pucoljuk el, de nyilván erre volt már lehetőség, mivel az én fantáziám, hogy erre már igazán, hát, de hát közben te mondtad, hogy az oroszok már a Svájcban voltak, Kecskeméten már lőttek, és már Budapesten lehetett hallani, hát akkor már azért kellett, hogy érezzék, hogy a Szálasi is valahol lehetően ilyen, hogy hát valahol azért a napból is kiderült, hogy azért nem ez az egész nagy magabiztosság és egocentrizmus és omnipotencia, ez valahol egy belső bizonytalanság is vezető. Nem tudom, hogy igazán elhitte, hogy ez a hungarista eszme az örökké fog élni, és Magyarország lesz, ahogy mondtad, a föld, vagy földgömbrennek a középpontja. Szóval itt azért van egy nagyon súlyos, hogy olyan patológiai mag. Saját jelszínűtet fogadja, vagy ezek annyira olyan, hogy mindig azt túloz, aki nagyon alul érzi magát. És ez egy így, ezt megjegyeztem, tehát vannak ilyen szentenciák és ilyen szlogány benne, ami nem is tudok a kérdő szövegbe, de van egy ilyen kérdőség. Ez az a bizonytalan. Igen, tehát, igen. Így, és azért ezt az életrajzban, ugye ott, hát miért mondja ott a katonai pályát, ami egy fényesen induló katonai pálya minden. Köszönjük, és akkor egyszer csak elhagyja és elmegy, egy kóbor politikus van, de nem, nem, lehet, hogy sokat beszéltünk, és összeesítettem. Azt nem tudom, mert teljesen szabadjára vagyunk engedve, hogy középpontokba adja elő, hogy kérdéseket esetleg a közösségből van bármelyiknek, aki tud, az közülük az nyilván válaszol rá, ha van kérdés. Ha nincs, akkor hadszámos helyet is én fogok dedikálni, úgyhogy aki megveszi a... Most ez a katonai pályát, hogy említetted, hogy elhagyta, és hogy ez egy nagy kérdés, hogy miért, de a naplót olvasnak folyamatosan az volt a benyomásom, hogy nem hagyta el, csak áthelyezte az írás sikjára. Tehát végig az alapki szabályzatok számon kérése, a rend, rendet kell tenni a fogalmak között, rendet kell lenni mindenhol, és tényleg tehát, hogy még a börtön szabályzat, és ott is az alapki szabályzatok, és hát mi az, hogy tehát mindenki tudja, hogy az őr van a fogolyért, és neki csoszognak előtte, és végig, tehát, hogy ez a szabály és a rend. Valamint nem megbomlik ebben a szabály és rendben, és ez a naplóból is kiderül, hogy ez hol keletkezik el a vonás az ő agyában, a világban, ezt nem tudom, de mindesetre ő a klasszikus autoritás személyiség, ezt tényleg imádja a rendnek. Minden rendnek kell lenni, mindenhol hierarchia van, alacsony beosztás, magas beosztás, stb. És akkor egyszer csak jön valami nagy lázadás a fennálló rendben, miért akarja megdönteni, miért akar pártot alakítani, miért lesz belőle antikapitalista, vagy nem tudom, szóval miért lesz belőle, szóval hogy történik meg ez egy, és akkor ez például a klasszikus autoritás személyiségnek is van egy olyan fajtája, amikor azt mondja, a rebel is, aki nem azért akarja megváltoztatni a fennálló rendet, mert forradalmat akar csinálni, azért, mert nem mondjuk ő akar hatalomra jutni, és azért mindent elkövet azért, hogy ezt megtegye, és ugye van ez, aztán a Szálasi is az, hogy vagyok, tehát hogy ez a kettősség, ez a binaritás, bináris gondolkodás, hogy megsemmisítünk, vagy megsemmisítenek bennünket. De hát ugye nem, most nem elég elmondjuk nagy vezér, kitűrőtársnak, ugye ugyanez volt a jelszó, hogy pátrium, tehát a haza vagy a halál. Tehát ez a kettősség azért ez nem csak a kettőnek ez a szembeállítás, ez nem csak Szálasira volt jellemző.
kérdés? Szóval ugye én azon gondolkodom, hogy ez persze egy rettenetesen nehéz anyag, nagyon nehéz követni és megvelemenni, de borzasztó sok szinten dolgozik. És dolgozik az egyén, én egyébként pszichoanalitikus vagyok, szóval én onnan jövök, hogy dolgozik az egyén szintén, meg persze dolgozik a történelmi felelősségvállalás és ennek a szintjén, meg dolgozik a társadalmi realitás szintjén, meg a pszichés valóság szintjén. Szóval, hogy azért ez nagyon érdekes lenne, meg tényleg, hogy ez hogy bomlik ki, vagy egyáltalán mi az értelme ezt nézni. Mert hogy most akkor egy szinten lehet úgy is feltenni a kérdést, hogy jó, rendben van, akkor most arról beszélünk, hogy hány halálos bűnözést, hány halálos büntetést érdemelnek az egyes emberek, egyik tizet, a másik hatot, és hány életfogytot, szóval, mert ezt valahogy így is lehetne. Szállegény az, hogy milyen távolból nézzük az egészet. Hasonló módon lehetne föltenni ezt a kérdést is, hogy mennyire őrült valaki. Szóval, hogy 100%-ban őrült, vagy csak 80%-ban őrült, vagy amik a reggeli asszociációi, azok csak 68,5%-ban. Szóval, hogy ezt is lehetne, meg hogy azt is lehetne, hogy mi az, hogy valóság. És mi az, amikor egy társadalom lesz pszichotikus? Na most ez megint nem egy új gondolat, mert azért ez nagyon sokszor visszaköszön, meg itt voltak új, egészen közelmúltban milyen fölmérések a Lipóta anyagából is, hogy akkor ott hogy volt régen, hogy akik bekerültek, és a Lipótnak a kezelőknek a normalitás, nem is normál, nem direkt kerülöm ezt a normalitás, hanem valahol a realitás, valóságvizsgálat fogalmáról beszélek. Szóval, hogy ilyeneket gondoltam. Festő, akit Lipótmezőn és Angyalmezőn is kezeltek, és most Szilágyi Judit kutatásaiból derült ki, ment utána, hogy illetve a Füstnélnek írta vele, ebből kiderült, hogy Gyöngyösön is kezelték, a gyöngyösi kórházból deportálták a betegeket. Nem tudom, hogy a zsidó betegeket, vagy minden beteget. De lehet, hogy minden beteget, nem? Lehet, hogy minden, nem tudom. Nem, mert még ez is nem, mert nem volt egyértelmű a... Igen. Teljesen kórház, munkórház, zsidókat deportálták. És őneki van egy ilyen, nem neki van ez a megjegyzés, az orvosok jegyezték fel róla, hogy ő azt mondta az orvosoknak, hogy azért jött az intézetbe, mert olyan téveszményt szeretne, ami jobban megfelel a realitásoknak, mert téveszménykel remekül el van kint is. Ez jó. Szép. Ez finom. Ez végig szó. És őt betegnek diagnosztizálták. És őt betegnek diagnosztizálták. Ez csak jövő. Azt kérdezném meg, hogy elhangzott, hogy ő tudott, vagy kevésbé, de azért tudott a nyilas terrorról az uralma alatt, és hogy megtehette volna, vagy megtehette volna, hogy gyorsítja, vagy lassítja, hogy ennek mi a tükre az ő naplójában. Van-e valamilyen megjegyzés, ami ezt negatív kontextusba teszi, vagy esetleg a büntetéseket valamilyen módon belső? Van-e a naplóban olyan, hogy például neki szándékában áll a párt szintjén erre szabályokkal reagálni? Bocsánat, azt nem mondtam el, hogy Szálasi 44 tavaszán aztán abba hagyja a napóírás. Tehát ami alatt uralmon van, az alatt, hogy sort nem ír le. Tehát
A börtön naplójában viszont többször visszatér, tárgyalásán persze a Nyilaskáról többször előkerül. Akkor, tehát a nap, ha most a kérdést csak leszűkítem a Szálasi naplóira, a börtön naplójában igyekszik szokásos, azt hiszem ez a módszerre megvádoltak esetét, az áldozatokra hárítani a felelősséget, tehát a zsidók úgy viselkedtek, ahogy viselkedtek. A tágabbra kitekintve a holokausznak is megvan az oka, mert bombáztak az angol szászok, tehát terrorbombázásra nyilván lehet válaszolni, akkor a, aki a felelős a terrorbombázások, a zsidó, pénzzel működő angol szászok, és hogy az ő rendszere az egy legitim rendszer volt, ahol előfordulhattak túlkapások, de ezek nem voltak túlságosan jelentősek. Ez a nap. Na most, amit lehet tudni arról, hogy a párttagok, illetve a párthoz csapódók, mert nagyon sokan azért nem nyilasok voltak, akik öltek, raboltak, gyilkoltak Budapesten, hanem például köztörvényes bűnözők, katonaszökevények, akik nyilas karszalagot szereztek valahonnan és fegyvert. Így mindjárt a katonaszökevény nem fenyegeti az, hogy bevonultatják, visszaviszik katonának, és akkor lőnek rá az oroszok. Fegyvertelen embereket kirabolni, gyilkolni, és sokkal biztonságosabb, mint az oroszok ellen, összevérek ellen harcolni. A Szálasihoz többször érkeznek a nyilaspárt és a, főleg a külügyminisztériumon keresztül információk arról, hogy egyébként az általa elismert védleveleket, védőleveleket mennyire nem tartják tiszteletben a nyilas banditák, és még az egyes hatóságok sem, és érkeznek egyéni panaszok is. Na most ezeket Szálasi főleségi. Ezekkel nem foglalkozik, egyrészt nincs is ideje rám, mert neki írnia kell a nyilas párt történetét. Nem kolléga, azért azt nekem mondani, mert nagyon-nagyon hamisítja a történelmet. Tehát megírja a humanista mozgalom történetét, amit visszamenőleg újra és újra át. Tehát nagyon fontos pontokon egyszerűen átír. A humanista napló az nem egyenlő ezekkel a naplókkal. Igen, vaskos írás, rengeteg eredeti dokumentum is van bennem, de azok a történész kollégák, akik ezek nélkül a naplók nélkül foglalkoztak Szálasinak a életrajzával, és elhitték, hogy Szálasi mindig igazat mond, sokszor tévedtek. Csak egyetlen példát mondok, akkor a Toronyi Zsuzsi a kezembe adta a naplónak, tehát a 44. március 19 után még jó pár hétig folytatódik, akkor már hazafelé a buszon vagy metrón, nem emlékszem, odalapoztam, hogy mi van a német megszállással. A hungarista naplóból, az igazi hivatalos Szálasi által meghamisított hungarista naplóból egyértelmű, hogy ő már hetekkel, hónapokkal korábban tökéletesen tisztában volt azzal, hogy meg fogják szállni Magyarországot a németek. Az igazi naplójában, amit nap mint nap vezetett, kiderül, hogy fogalma nem volt arról, hogy bejönnek a németek. Abban még azt is leírja, hogy hát most már itt vannak a németek, azt nem tudja pontosan, hogy ő melyik nap kapja meg a kormányalakítási megbízást, mikor kezdenek a németek vele ügyben tárgyalni. Az fel sem megült benne, hogy se a megszállás előtt, se a megszállás után szóba se állnak vele még hetekig. Nem, hogy miniszterelnöki kinevezést kapjon. Tehát visszatérve a válaszra, azt mondja, hogy ne foglalkozzunk vele, egy olyan emberre bízza a párt vezetését, egy Pera József nevű teljesen gyenge kezű alakra, aki még ha akart volna, sem nagyon tudott volna mit csinálni. Embere se volt, a csendőröket is egyébként, meg a rendőrök rendőrségét kivitték a frontra. Tehát azt kell mondjam, hogy szabad volt a gazda, és ez egy nagyon fontos dolog, amit előbb a Feri mondott, hogy nem csak a járókelők látták a nyilas terrort, hanem a járókelőket is bármikor fenyegethette a nyilas terror. Mert a nyilasok raboltak mindenkitől, és ezért nagyon jó Zoltán Gábornak az Orgia című könyve, mert a nyilasok raboltak mindenkitől, akitől lehetett. De most nem csak, ez egy téveszve, nem csak a zsidóknak vannak bundáik. Most egy jobb kabátban kimegy egy nem körülmetélt férfi az utcára, nagyon könnyen megkapja, hogy igazoltatják. Kiderül, hogy nem zsidó, nadrágvizsgálat nem zsidó, de a kabátját elveszi. Ha ugrál, esetleg még nagyon is lőhetik. Most erre mondta az egyik népbíró azt, és nagyon igaza volt, hogy miért gyűlölik az emberek a nyilas rezsimet, mert ekkor szabadultak ki a vadállatok az utcára. A Horthy-sztójai kormány idején nincs különösebb probléma.
elviszik a zsidókat. Ha valaki nem születik zsidónak, pláne két nagy szülőről van szó, az nagyon nehéz befolyásolni, hogy hány nagyszülő zsidó vallású születik. Ha valaki nem születik zsidónak, az élete, vagyona, lakása, ingóságai nem forogtak veszélyben, sőt, ha ügyes volt és megfelelően követte mondjuk a katolikus egyház, a református egyház, vagy a helyi politikai és gazdasági és társadalmi vezetők példáját, beáll az igénylők sorába. Egymást verik a lakáshivatalok előtt az emberekére. Újsághír van arról, hogy ne tolódjanak a lakáshivatal folyosóján beadni a lakásigénylést, hiszen üres lakások. Elmentek a tulajdonosok. Gazdátlan javakról van szó. Elhagyott javak kormánybiztossága. Én a jogász fiam világosított fel jó 20-valahány évvel ezelőtt erről, hogy miért ez a neve, hogy elhagyott javak kormánybiztossága. Ő csak nézte, hogy mit írok, és én nem gondolkodtam ezzel, hogy miért ez a neve. Hát nagyon egyszerű, a római jog alapján hogyan lehet kormányozni. A legfáradtóbb az, hogy az ember vásárol. Meg kell dolgozni a pénzt és vásárol. Örökölni is lehet. Ajándékozás útján is lehet, és találunk elhagyott javat. Ott van egy pénztárca, nincs, senkire hagyom. De ha lenne ott egy pénztárca, én veszem észre, fölveszem, tele van pénzem, és erre teszem. Ha nincs benne igazolvány, akkor nem is kell utakodnom a tulajdonosa után, ha van benne kidobom az igazolványt, és már nem tudom, hogy ki. De itt most állami mértékben megy az elhagyott javak termelése. Az elhagyott javak lakás, ingóság, ingatlan, mindent ki lehet igényelni. Erre lehetett emlékezni, hogy egy rendezett, szervezett, törvényes rendeletekről volt szó. Végrehajtották. Szálasok alatt senki nem volt biztonságban. Még a zsidók sem. Sőt. Szeretnék egy kicsit messziből nézni ezt az egészet, és pláne a pszichotikus részt. Ha mondjuk azt mondjuk, hogy hát volt ez a pszichotikus Hitler, akinek egy ilyen plánája volt, hogy ezt csinálja, hogy ennyi ország, és gondolok a Péterre, de hát mondjuk a Péter nem volt szálasi, de hogy tud kibukkanni ezek a másik pszichok, akik rögtön belepalíroztak ebbe a pszichózba, és tovább viszi. Szóval, és ez, én szerintem ma is ez egy nagy kérdés, hogy lehet elkapni ezt a pszichózist, amit a politika nagyon szépen tud vinni át, de hogyan, és hogy lehet megvédeni ezt a pszichózist, szóval ezt a elkapni, hogy ennyi pszichotikus felbukott egyszerre, hát hogyan lehet? És hogyan lehet mégis? Hát szóval most már látunk azért, vannak elég pszichotikusok itt ott. Szóval ez én szeretném, ha néznénk egy kicsit messzebbről. Hogy a szálasi pszichotikus vagy nem, hát ez egy pszichotikus pláda volt. Hát a Hitler kezdte, hát a Hitler nem volt pszichotikus. De hogy ezek mind ilyen istennél kibuktak, és palíroztak emberek, és identifiálták magukat, és they collaborated with psychotics, bocsánat. Ez nem megyünk vele, mert ez egy újabb előadás lenne, hogy itt lenne, hogy kult szerepe volt az első világháborúnak, és az hát úgynevezett háborús neurózisának, ami miatt ugye, pszichiáterhez került, a vakság, amit úgy gyógyítottak meg, hogy víziói lettek a németek nagyságáról. És számosnak is voltak ilyen vízió, de hát nem lehet szerintem ilyen szempontból, talán nem lehet Hitlerhez hasonlítani, viszont hát Hitler is fogságban volt, és a Mein Kampf az is egy fogságban született, vagy ott van akkor írta. Tehát azért ugye a fogság, és ezt most majd a Mónika többször is említette, hogy a fogságnapok, börtönnapok, börtönpszichózis, hát erről azért vannak kiváló
feldolgozások is, hát történészek részben, például a Kövér Györgynek, a Losonczi Gézával, pszichohistóriai tanulmány is van, egy csomó más érdekes dolog, szóval ez a stáls napló szerintem kiválóan alkalmas ilyenfajta pszichohistóriai vizsgálódásokra, a valóságnak egy bizonyos szintjén, ami az ő pszichikus valósága volt, és ami nem biztos, és egyáltalán nem egyezett a külső valósággal, de ez az egy értelemben lehetne így is kezelni, mint egy olyan szöveget, egy olyan narratívumot, amiben az ő saját tudatállapota és a tudattalanja is benne van. De hát ez egy külön, ez egy másik munka lenne. Hitler beszédeivel és szövegével kapcsolatban készültek ilyen vizsgálatok, amelyek például azt nézték, hogy milyen emóciók hogyan jelentkeznek benne, a különböző negatív érzelmek, a gyűlölet, a harag, a megvetés, a kizárás, stb. Tehát ezeket össze lehet gyűjteni, és lehet ebből csinálni valami érdekes narratív elemzést, vagy akár mondjuk amiről, tehát hogy ez a műfaj magát, ugye a nyelvi szimbolikus, a szóhasználatot, a nyelvet, a szimbolikusokat, de hát lehet, hogy ezzel messzire. Oké. Engem az érdekelne, hogy hogyan keletkezik a társadalomba arra igény különböző korszakokban, hogy pszichotikusok, kóresetek és egyéb elmebetegek kerüljenek politikai hatalomba. Ez nagyon érdekel. Szárasi kizárólag azért kerülhetett hatalomra, mert a németek hatalomra jutották. A Hitler esetében azért tudunk néhány, megint idézel a pozitív dolgot mondani. Hitler brilliáns memóriával rendelkezett, a szónoki képességeit csak Mussolinihez lehet hasonlítani, már pedig Mussolininél nagyobb szónok nagyon kevés volt. A propaganda nagymestere volt, élénk tévedést kérem, hogy Goebbels volt a propagandista a náci Németországban, ő a táskát alig vihette Hitler után ezen a téren. Nagyon jó szervező és nagyszerű politikai érzékkel rendelkező ember volt. Azt mondani, hogy egy pszichotikus elmebeteget végigszágult Németországon, nem. Hitler többek között a politikai munkájával, a munkatársai kiválasztásával, akik között brilliáns elmék voltak. Tehát Göring már szét morfinozva és szét zabálva az agyát is, még 142-es IQ-s tesztet csinált férgézzel Nürnbergben a börtönben. De Goebbels iróniája az velőkig hatol. Egy Himmler szervező zsenie az nem csak a haláltáborok, hanem is egy Speer a skinzer munkatáborok megszervezésével hatalmas alkotott, mindezt a pusztítás szolgálatában. Tehát itt volt egy nagyon csalódó, nagyon megalázott Németország. Az a Németország, amelyet a Versailles békeszerződés, most kimondom, hogy 741. paragrafusa, ha valaki jobban tudna nálam azonnal, csak szerint egyes egyedül Németországot felelős az első világháborúért. Ez megint nem igaz. De amikor ezzel vádolnak egy egész népet, és egy olyan hatalmas jóvátételt rónak királyuk, és folyamatosan megalázzák őket, és megszállják a területük egy részét, itt van egy olyan fajta harag és gyűlölet és elkeseredettség. Szálasi párt is gyűjtőpárt volt, a náci párt is gyűjtőpárt volt. És a nácik esetében van egy nagyon fontos dolog, amiről el szoktak feledkezni. Többek az egyik legfontosabb a szociáldemokrata párt és a kommunista párt egymás elleni harca. Ha ez a két munkáspárt képes lett volna összefogni, ahogy azt többek között Trotsky is javasolta, megállíthatták volna talán Hitlert. De Moszkvából jött parancsra, a kommunista párt kiadta az alapjelszót, hogy üsd a hozzád legközelebb eső baloldali szociáldemokratát.
furmányos kérdés, hogy miért a baloldali szociáldemokratát kell ütni. Hát azért azt kell ütni, mert a baloldali szociáldemokratáról még a legvakabb kommunista is látja, hogy jobboldali szociáldemokrata. A baloldali szociáldemokrata az annyira baloldali, hogy lehetne kommunista is, de nem kommunista, tehát ütni kell. Nem, hogy már összefogjuk. Ugye milyen logikus? Nem, nekem van egy érzésem, Sztálin elő akarta segíteni Hitler hatalomjutását, hogy meg is újtelhesse az első világháborút. Anglia, Franciaország, Németország véreztesse ki egymást, és majd jönnek a felszabadító szovjet seregek. Nem egészen így történt. Egy mondani, hogy a 1921-ben írt a tömegpszichológia és én analízis című művét, amelyben már nagyon jól jellemezte, hogy milyen lesz egy Führer. A vezér, aki apa pótlékként, fáterzacként működik, és ott használja, azt hiszem, relatívan a művében, amiről te beszélt, ugye a kis különbségek narcizmusa, amely pontosan erről szól, hogy a baloldali szociáldemokrata az lehet, hogy a kommunista, hogy nem elég kommunista, de hát ütni kell. Ugye, és ez nagyon érdekes, ezt mennyire lehetett, vagy nem lehetett ebből látni. De ami még érdekes ebből a szempontból az az, hogy az jutott eszembe, hogy most pár héttel ezelőtt lehetett látni Budapesten a Zsidó Filmfesztivál keretében ez egy német életcímű filmet, amelynek a főszereplője 106 éves néni, aki még mindig él, és aki Göbbel esztétkárnője volt. Ő mindig remekül van, hát kicsit öreg az arccal, de amúgy teljesen világos az agya és a fej, és elmondja, hogy ilyen nagyszerű életet élt Németországban akkor, és ez 70 éve volt kéne ezen gondolkodni, vagy még több, de mégis úgy látja, hogy ilyen felhőtlen, vidám, boldog élet volt, miután a sztálingrádi vereségig. De most itt ebben csak az érdekes, hogy számos részt nem tudta nyújtani a népnek, hogy egy ilyen felhőtlen mindennapi élet látszatát tudja kelteni, míg Hitler ezt legalábbis néhány évig meg tudta etetni a néppel, hogy olimpia van, meg fesztivál, meg tömegyűlések, meg megszűnt munkanyag. Tessék, igen. Szóval ezt a számos nem tudta produkálni, mert közben az oroszok már a spájtban. Köszönjük szépen a figyelmet, és ha van, akkor adom. Én csak annyit szeretném mondani, hogy kedvezménnyel meg lehet venni a könyvet, és nagyon köszönjük mindenkinek, hogy eljöttek. Jó kérdéseket.